Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket a Lólépésben Sakkmagazin 2019. augusztus-szeptemberi adásában vagyunk. Újra mellettem üdvözölhetem a szakmai nagymesterünket, Varga Péter nemzetközi mestert, és ketten érezzük feladatunknak, hogy a kedves nézőket tudósítsuk a megye, az ország és a világ a régió sakkozásának az eseményeiről. Előző adásunk óta a megye sakkozói különböző versenyeken vettek részt. Részt vettünk külföldi versenyeken is. Péter néhány NVSC-s játékossal Olaszországba látogatott az 5. Lignano Sabbiadorói Nemzetközi Nagy Sakkfesztiválra, amelyet azt hiszem, hogy Orlov nagymester Oroszországból nyert meg, de azt hiszem, hogy te is díjas voltál. A versenyen néhány NVSC-s játékos játszott, Péter volt a ranglista vezető, az edző, ugye, a felkészítő, igen jól játszott Péternek a fia, Varga Marcell, ifjú mesterjelöltünk, és nagyon jól játszott az NVSC fiatal titánya Gyurika Tamás is, de átadnám a szót Péternek, hogy elmond, milyen volt Olaszországban ez a verseny, milyen volt ez a nagy nemzetközi mezőny, úgy tudom, játszottál magával Orlov nagymesterrel is, milyen volt ez a verseny? Nagyon jó. Sakkfesztivál, ugye mindenki megtalálhatja maga csoportját. Én három csoportban volt maga a verseny, A, B, C-ben, ugye az a csoport volt a 2000 élőpont feletti játékosok. Tehát a nagymesterek, nemzetközi mesterek, fidemesterek játszottak. Igen, nevezhették. B csoport volt ugye a 2000 élőpont alatti, és volt egy C csoport, ami azt hiszem 1600 élőpont alatti kategóriát jelent. Nagyon jó körülmények között légkondicionált teremben játszhattunk. Nagyon ideálisak voltak a versenykörülmények, tehát... Hát azt hiszem július hónap végén, augusztus elején Olaszországban ideálisak a versenykörülmények egy klimatizált versenyteremben. Töltött órák után lehetőség van a játékosoknak feltöltődni és kipihenni a parti fáradalmait is. Igen. Ami nagyon előnyös az ilyen nemzetközi versenyeknél, hogy nagyon sok rutint lehet itt szerezni. Tehát nem csak a hazai ugye versenyeken való részvétel a fontos, meg ugye azon való előre menetel, hanem a nemzetközi versenyeken valamivel, tehát ott sokkal másabb egy picit a légkör, mint Magyarországon. Tehát én elég sok külföldi versenyt játszottam annó, ugye utána, miután edző lettem, utána inkább már az edzősködéssel foglalkoztam, akkor kicsit kevesebbet, de én úgy gondolom, hogy az fiataloknak ez egy nagyon nagy lehetőség, és egy nagyon jó lehetőség, hogy lássák, milyen egy nemzetközi mezőny, milyen a külföldi, hát nem csak azt mondom, hogy olaszok, tehát ugye az oroszokkal, a jó játékosokkal, szerb nagymesterek voltak a versenyen, tehát azt mondom, hogy sokkal erősebb versenyek szoktak lenni Olaszországban, de ez egy nagyon jó verseny volt. Ugye az A csoportban ugye Marcell végül is 4 pontot szerzett, de szinte csak magasabb élősekkel játszott, mint ő maga, tehát erősebb játékerőt képvisel. Nagyon sok nemzetközi értékszámot nyert Marcell. Igen, 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 és jól is játszott. 1-2 pont benne maradt a teljesítményében, de ami itt elment, az jött a következő versenyen szerencsén, ahol nagyon jól játszott, és nagyon sok élőt nyert, több mint 100-at. Tehát én mindig azt szoktam, hogy valahol kiegyenlítődik ez a dolog. B csoportban Gyurika Tamás játszott, ahol 6. helyen végzett. Ő is ilyen 20-valahanyadik kiemelt volt, 21 páradik kiemelt, és ez a 6. hely, ez 27. kiemelt. Igen, na, igen, pontosan. És tehát ő is nagyon jó, szenzációsan játszott. Hát ő is legalább 100 értékszámot nyert. Igen, igen, talán még többet is. És ami még ugye élvezetes, és a C csoportban ugye a gyerekek játszottak, meg idősebb felnőttek is, ott Varga Mirának sikerült a 10. díjas helyre befutnia, úgyhogy ő is sokkal hátrébb lévő pozícióból indult, tehát a kiemelési sorszáma neki is 20 fölött volt.
És nagyon sok nemzetközi értékszámot szerzett. Úgyhogy, és meg kell említeni, hogy még a csapattal volt Nagy Bettina is, aki szintén jól játszott, és ő is értékszámot szerzett. Tehát Nagy Bettina a Nyíregyházi Egyetemnek a sakkozója, és ő is rendkívül végigküzdötte, elánnal végigküzdötte a versenyt, volt szerencsés partia, kevésbé szerencsés partia, tehát egy igazi sakharcos, aki nem adja fel, és folyamatosan harcol, és végül is jól szállt ki ebből a versenyből. Mindenképp, tehát neki szerintem nagyon sokat jelentett ez a külföldi verseny, az olaszországi verseny. Úgyhogy én ezt mindenkinek csak ajánlani tudom, aki tud, játszon külföldön is, ugye, és megteheti, egyesülete támogatja, abból nagyon sokat tudnak amatoztatni. Meg lehet ismerni a különböző nemzeteknek a sakkozói karakterét, milyen leleményesek és taktikusok az indiaiak, milyen nagy küzdők a csehek, vagy mondjuk milyen kellemetlen stílusúak a délszlávok, a szerbek. Minden nemzetnek persze vannak kivételek, de minden nemzet sakkozóinak van egy sajátos lelki karakterük, egy sakkozói személyiségük, és ezt megtapasztalva különböző nemzetközi versenyeken nagyon sokkal gazdagodik az embernek a sakktudás és a sakszemlélete. Említetted a Zemplén kupát, szerencset. A nyáron, minden évben a nyírségi torna előtt egy-két nappal fejeződik be a Zemplén kupa, amelyet szerencsen rendeznek meg a Borsod megyei szervezők. Ezen a versenyen úgy tudom Varga Marcell, egyébként ugye fiad, megint kiemelkedőt alkotott. Mennyire konzultáltál a verseny közben Marcellel? Igazából ugye a verseny közben végén beszéltem vele, és mondta, hogy milyen partikat játszott, élvezte a játékot, tehát én azt tartom a legfontosabbnak, élvezte, és ez most eredménnyel is párosult. Hát azt hiszem 26 részfevő volt, és talán a 21-es kiemeltként 6. helyen végzett, ahogy mondtad, 101 élőt nyert, 4,5 pontot ért el 7 partiból, és szinte azt hiszem, hogy talán mindenki erősebb, nem, talán egy gyengébb élőssel játszott, mint ő saját maga. De játszott igazán jó játékosokat, tehát egy veresége volt Marcellnek a rendkívül tapasztalt Mészáros Gyula nemzetközi mestertől, tehát megvert mondjuk egy ifjúsági fidemestert is. Igen, a Pap Tamás, ő nagyon nagy skalpnak lehet mondani, 2300 feletti élővel rendelkezik, tehát mindenképp nagyon jól játszott, és úgy gondolom, hogy megérdemelte ezt a sikert. De többen is játszottak ugye itt megyénkből a versenyen, ugye B csoportban is, A csoportban is, közel van szerencs. Keményen küzdött ugye az egyetemisták fiatal játékos, a Góca Ádám a mesteri csoportban, már annyira nem volt eredményes most ezúttal, mint Marcell. Igen, ő egy picit talán most neki nem ment annyira jól a játék, de a B csoportban több embernek jól ment. Volt versenyes első, volt Békési János, újfehértói lakos egyébként a Tiszavasvári MB2-es csapatát erősít, illetőleg a Nyíregyházi Dávid SC-nek a játékosa. És mindenki dicséretet érdemel, az utolsóban egy fél ponttal előtte álló játékos vert meg, és így sikerült az első két helyre bejutnia, és 5,5 ponttal megérdemelte ő is ezt a sikert. Az egy nagyon érdekes parti volt, két vérbeli taktikusnak a küzdelme, hát ezúttal hála Istennek Jánosnak sikerült jobban. Játszottak ott ugye a Nyíregyházi Egyetemnek a fiatal játékosai is, Tumó Bence, Palkovics Balázsnak ment nagyon jól a játék. De talán a legjobban én úgy gondolom Görömbei Bálint. Görömbei Bálint, aki mostanában egyre inkább feltör és folyamatosan gyarapítja a nemzetközi értékszámát is. És azt mondom, hogy 5 pontot szerzett, sőt valahogy a Marcellnek is, aki szintén az enyvérszé játékosa, neki is 5 pontja lett, és ő egy fordulóban nem tudott játszani, mert az elfoglaltsága nem engedte, hogy ott akkor tudjon játszani, tehát ő végül is 6 partiból érte el ezt az 5 pontot, tehát neki is kivált kép, jól sikerült ez a verseny. Többen voltak, ugye Nagy Bettina is játszott, aki 80 élőt nyert, tehát nagyon-nagyon sok élőpontot szerzett. És sokat szerzett Blahota professzor úr is, dr. Igen. Blahota István. Igen, őnek is nagyon jól ment, és ő is több élőpontot szerzett, tehát egy kifejezetten
régóta megrendezett, ugye, hagyományokkal bíró versenyről van szó. Közel van Nyíregyházához, ezen érdemes mindenképpen indulni, aki szeret csakkozni. És természetesen az augusztus 22-től 26-ig zajló 38. Nyírségi Vidor Nemzetközi Sakkfesztivál különböző versenyein is érdemes mindenkinek részt venni, minden sakkozni szeretőnek ellátogatni a versenyre. A versenyről a későbbiekben fogjuk a kedves nézőket tudósítani. Mit még annyit mondanék, hogy ez meg a legjobb lehetőség a megyebeli játékosoknak és a nyíregyházi játékosoknak, hogy megmérettessék magukat ezen a azt mondom, nagyon-nagyon régóta tartó versenysorozat, versenyen, hagyományokkal bíró versenyen, ugye a nyírségi torna, ami a Vidor Fesztivál ideje alatt kerül megrendezésre. 38. alkalommal. 38. alkalommal. Itt is hasonlóan, mint a legtöbb versenyen már, ugye három csoportban lehet indulni, van a mesteri csoport, ahol bárki indulhat, de főként a 2000 pont felettieknek van ez a csoport kitalálva. Van a B csoport, ami a 2000 élő pont alattiaknak van, tehát az úgy szoktam mondani, az már az amatőrkor csoport, és azon... 1600 alatti a C csoport. Igen, 1600 alatti a C csoport. És van még egy gyermekeknek egy amatőr csoport, 16 év alatti gyerekeknek egy negyedik csoport, amihez már versenyengedély nem szükséges, hanem bármely fiatal sakkozó, ha úgy gondolja, elmehet, benevezhet, játszhat és megmérheti, hogy mit tud a sakkról a versenytársakkal folytatott küzdelmek eredményeképpen. És mellé, ugye, hogy ki egészítsük, és ugye azt mondhassuk, hogy nem csak egy szimpla sakkverseny, hanem sakkfesztivál is, rapid versennyel is ki van egészítve, mi utolsó nap van 26-án, és egy villámbajnoksággal, ami a Vidor Fesztivál keretén belül indult el útjára, immár 2-3 éve, és ugye a Vidor sakkupa az a főtéren lesz megrendezve, és az szerintem egy hihetetlen jó és látványos verseny szokott lenni, ami 24-én szombaton lesz délután 3-tól 5-ig a főtéren, a Kossuth téren. Kicsit magasabb színvonalra evezve, anélkül, hogy leszólnám a szövetség által rendezett Nyírségi Vidor Sakkfesztivált, meg kell emlékeznünk arról, hogy a magyar sakkozás igencsak kiemelkedő alakja szeptember 8-án tölti a 40. életévét. Lékó Péter nemzetközi nagymesterről van szó, világbajnok jelöltről, számtalan világverseny és világrekord győzteséről és birtokosáról. Emlékezzünk meg arról, hogy hányszor nyert ifjúsági korosztályos világbajnokságot, Európa-bajnokságot, érmek tulajdonosa, emlékezzünk meg arról, hogy a világon a legfiatalabban lett nagymester, 14 évesen lett nemzetközi nagymester, emlékezzünk meg arról, hogy egyéni olimpiai bajnok, kétszeres olimpiai csapatban olimpiai ezüstérmes, emlékezzünk arról, hogy Lékó Péter megnyerte 2002-ben a világbajnok jelöltek versenyét, és az orosz Kramnyik világbajnok kihívója lehetett, és megtette azt, amit magyar még soha nem tehetett meg, világbajnoki döntőt játszott, és ennek a jelentősége abban is megnyilvánul, hogy a világbajnok üggyel bajjal tudta döntetlenre menteni csak, általa is bevallottan szerencsével tudta döntetlenre menteni Péter ellen a páros mérkőzést, és ezzel tudta csak megőrizni a világbajnoki címét. Tehát nem egyszerűen csak kihívó lehetett, hanem hajszál választotta el attól Lékó Péter világklasszist, hogy világbajnok legyen. És mit is jelent ez a világbajnoki cím? Nagyon sok sportág van, amelyben osztogatják a világbajnoki címeket, természetesen megérdemelten, hiszen vannak olyan sportág, ahol évente 60-80 világbajnoki címet is kiosztanak, nem akarván személyeskedni, nem nevesítek egyetlen sportágat is. De hogy mit jelent ez a sakkban? Hát közel 150 év alatt még 20 sakkvilágbajnok volt
csupán, tehát 20-an őrizhették ezt a büszke címet, tehát én lehet, hogy elfogult vagyok, de azt hiszem, hogy sakkvilágbajnoknak lenni többet jelent, mint mondjuk Bob Beamon neve a távolugrásban, vagy Mark Spitz az úszásban, mert aki 150 év alatt egyike tud lenni a 20-nak, az lehet, hogy teljesített annyit, mint hogyha egy olimpián bezsebelt volna 5-6-7 aranyérmet, de hangsúlyozom, lehet, hogy én elfogult vagyok ebben a kérdésben. Minden esetre Lékó Péterről el kell mondani, hogy évtizedeken keresztül volt a magyar olimpiai csapat tagja. Első ízben 13 évesen volt az Európa-bajnokságon a magyar válogatottnak eredményes tagja, és a mai napig stabil tagja az olimpiai csapatnak, már amennyiben egyéb elfoglaltsága miatt a válogatott rendelkezésére tud állni. Hát én még annyit tennék hozzá, ugye, hogy kicsit kiegészítve ugye a 20 világbajnok mellett, ugye most férfiakról beszélünk, ugye volt ennél kevesebb női világbajnok volt, tehát ők is voltak, de ott meg kell említenünk, hogy női világbajnokunk volt ugye Polgár Zsuzsa személyében, és ugye hát több mint 20 évig, 25 évig volt a világ első számú nőjátékos a Polgár Judit. Ennek a korosztálynak fantasztikus, ugye Lékó mellett ugye Polgár Judit és Almási Zoltán volt kiemelkedő játékosa, kiemelkedő sakkozója ennek a generációnak. És ugye amikor a Portis féle Portis Ribli, ugye Adorján generáció, úgymond idézőjelben nem az, tehát kiöregedett, akkor ők váltották őket, és nagyon sokáig nagyon sok sikert hoztak Magyarországnak is, és nagyon sokat köszönhetünk nekik, hogy ők tovább vitték a hagyományokat, tehát Magyarországon. Hát a Polgár család ugye 11 olimpiai aranyérmet csapatban és egyéniben kasszírozott életük során, ha jól számolom, és emellett ugye az általad említett nagy nevek, Almási Zoltán, Polgár Judittal, Lékó Péterrel és másokkal kiegészülve többször szereztek ezüstérmet olimpián, és Péter még ugye első táblán egyéniben aranyérmet is szerzett, és nagyon sok sikert értek el csapatvilágbajnokságon, Európa-bajnokságon. Igen. Tehát aki ugye régóta van, de a fiataloknak is mindenképp én úgy gondolom, hogy nagyon nagy és nagyon fontos példaképek lehetnek, sőt, vagy kellenek, hogy legyenek is. És ugye Polgár Judit, Lékó Péter, Almási Zoltán személyében ugyan ezek a játékosok kézzelfoghatóak ott vannak. Péter még mindig játszik, ugye Judit már visszavonult, sajnos ő már másban kamatoztatja tudását, tehát a sakk népszerűsítését tűzte ki most már zászlajára, és nagyon jó úton jár ebben is. Remélhetőleg, reményeink szerint ugye az ő segítségével Magyarország olimpiát is fog tudni majd rendezni a tervek szerint 2024-ben, tehát ami aztán egy fantasztikus lépése. Bízunk benne, hogy így lesz. Bemutatsz-e valamilyen partit mi nekünk Lékó Pétertől? Mindenképp egy, most nem a legnépszerűbb partijai közül választottunk egyet, egy Kasparov elleni partiját fogom bemutatni, ahol igazából ugye azt kell tudni, hogy Kasparov szenzációs felkészültségével sikerült nagyon sokáig a sakk trónján maradni, és a világ legjobb játékosának lenni, és ez annyiban jelent, hogy fejére szinte nem azt mondom, hogy az összes partját, de nagyon-nagyon nagy százalékban nyerte meg a játszmáit, és Péter egy nagyon szép újítással nagyon könnyedén döntetlenezte ki Kasparovot, és egy picit ez volt ugye a Lékó Péternek az erénye, nagyon-nagyon nehezen lehetett megverni őt, és még a világbajnoknak sem sikerült olyan változatban, amiben
ugye ő azt szerette játszani, jól érezte magát, és abban is egy szép újítással úgy gondolom, hogy simán kitartotta, és esélye nem volt nyerni Kasparovnak Léko ellen. Tehát itt most egy picit ezt a részét, későbbiekben pedig a leghíresebb partijai közül a következő adásban szeretném majd még bemutatni két játszmát. Tehát világossal játszott Garri Kasparov, sötéttel volt Léko Péter. Ugye a Grünfeld védelm került terítékre, világossal D4-et kezdett Kasparov, huszár F6-tal folytatta Péter, huszár F3 következett, amire G6 jött, ugye C4-gyel folytatta világos, futó G7 következett, huszár C3, és ugye D5-tel a Grünfeld védelembe érkeztünk. Ugye több lehetőség van, a főváltozat, hogy leütnek D5-re, ugye az a középképzős, futó G5, futó F4, itt vezér B3 is egy gyakran alkalmazott változat, vezér B3-mal folytatta világos, amire D5-i C4 jött, ugye vezérüti C4, és elsáncolt fekete. Ugye itt aktív ellenjátékot és gyors fejlődést szeretne ebben a változatban fekete elérni, sokszor gyalog áldozat árán is, és ugye ezért ez egy nagyon-nagyon veszélyes változat feketével a D4 ellen. E4-gyel ugye a centrumot elfoglalta fehér, A6 következett. Ez a magyar változat. Igen. Ugye itt B5 futó, B7 C5 a terv. Ugye futó E2-vel fejlődött fehér, amire B5 következett, vezér B3, és C5-tel ugye azonnal a centrumot robbantja szét fekete. Ugye most úgy tűnik gyalogot áldoz, de ezt visszanyerik majd. Később vagy nem is ez, hanem az E4-et fogják. D5-i C5 érkezett, amire futó B7 jött, és ugye elsáncolt fehér, amire huszárüti E4 következett, huszárüti E4, futóüti E4, és ugye futó G5-tel kifejlődött fehér. Ugye itt azt kell látni, hogy ez egy picit jobb fehérrel a végjáték miatt. Ugye huszár C6-tal gyönyörűen fejlődött fekete, amire vezér E3 következett, és itt jött az újítás a Lékónak, vezér D5-tel, ugye eddig futó F5-öt léptek, de ez a vezér D5, ez hát nem azt mondom, hogy azonnal kiegyenlít, de nagyon közel van az egyenlőhöz, és ezt nem is talált ott hirtelen Kasparov erre olyan lépést, amivel nehézségeket tudott volna okozni Lékónak. Bástya AD1 következett, ugye azonnal támadta a vezért, vezér E6 következett, vezér F5 lett volna a másik érdekes lépés, de ez jó lépés volt ez a vezér E6, futó H6, ugye logikus lépés, kiszedi a G7 futót, amire futó F5 következett, futó üti G7, és vezér üti E3-mal. Ugye közbeiktatta a vezércserét fekete, F üti E3, király üti G7, és A3 következett. Ugye ennek az az értelme, hogy B4-gyel egy védett szabad gyalogot szeretne, amit a C6 huszár szépen blokkál, tehát ugye nehéz itt ugye előnybe kerülni, de fekete hozta a logikus és lépte a logikus lépéseket, következett bástya FD8, amire B4, ugye futó C2, ez egy fontos lépés, hogy a D-vonalat megszerezze fekete, bástyaüti D8, bástyaüti D8, és bástya C1-re, futó E4 következett, és itt király F2-vel folytatta fehér, király F6-tal fekete, ugye G4, ugye egy kis leszorítással próbálkozik világos, H6, nem engedi még, H4 következett, király E6, jött, ami jó lépés volt, bástya D1-gel ugye cseréltek, és futóüti F3 fontos lépés, amire bástyaüti D8 következett, futóüti E2, megint fontos lépés, bástya C8,
király D7, bástya üti C6, király üti C6, király üti E2, és egy-két pontos lépéssel ugye egyenlő az állás, király D, és most F6 következett, amire király D3, E6, király D4, G5, fontos lépés, H5, király D7, E4, király C6, E5, F5, G üti F5, E üti F5, E6, F4, ez nagyon jó lépés, G4 az veszítene, F4, ami tartja az egyenlőt, király E4, és király C7 után nem tud se fehér, se fekete mit kezdeni, ugye így döntetlenben egyeztek meg. Tehát kijátszott parti volt végig, fehér egy picit talán jobban áll, de fekete végig kézben tartotta igazából az egyenlőt. A szabadgyalogok miatt ugye nem mehet egyik király sem a saját szabadgyalogai támogatására, tehát a királyokkal nem lehet kilépni a Berger négyzetből, és emiatt kénytelen döntetlenre adni a világbajnok is. Én úgy gondolom, nekem ez a parti nem olyan látványos, mint a többi, de ez valami hihetetlen felkészültségről tett tanúbizonyságot, és az nekem az egész partiban úgy tűnt, mintha esélye sem lett volna. Persze ez csak így ránézés, ez nem igaz, de nem sok esélye volt ebben a partiban nyerni Kaszparovnak, úgyhogy hihetetlen jó, és tehát ilyen esélyt nem hagyó változatot játszotta. Dékó. És tegyük hozzá, hogy Péter 20 éves volt ebben ennek a partinak az idején, ami igencsak azt mutatta, hogy nagyon nagy talentum van ebben a fiatal emberben, ami egyáltalán nem csökkent az évtizedek óta. Igen. Kedves nézőink, sajnos műsoridőnk végére értünk. Szeptember 8-án gondolatban valamennyien kívánjunk boldog születésnapot a 40 éves Lékó Péter világklasszisnak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Viszontlátásra!